Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Betányi Egészségház előtt. Hamarosan kezdődik egy ünnepség, dr. Sánta Péterre fogunk emlékezni. Dr. Szai László gyógyszerészúrral beszélgetünk. Mit kell tudnunk dr. Sánta Péterről? Dr. Sánta Péter itt Karcagon született 1879-ben, és a város nagyon tisztelt orvosa volt. Az ő fiatalabb korában pedig a első világháború zajlott, és hát ebből, mint fiatal és mint orvos nem maradt ki, mert a hadvezetőség erről adminisztratívet végig gondoskodott. A háború előtt már a megfelelő kiképzést, mint végzett orvos megkapta, és orvos zászlóssá léptették elő. Még a háború kitörése előtt orvos hadnaggyá léptették elő, a háború alatt úgy középtájon a Brusilov-offenzívák idején orvos főhadnagy volt, és a háborút, mint orvos százados fejezte be. Itt Karcagon a háború után már 1938-ban befejeződött életéig, mint orvost ismerte, tisztelte mindenki. Ha gyorsan visszaszámolunk, akkor a itt élő 80 év felettiek még ismerhették orvost, és tehát mint gyermekorvost, és mint felnőtteket kezelő orvost. Annyira jóindulatú és humánus és segítő ember volt, hogy például pénteki napokon mindenkit ingyen kezelt, fogadott, és aki arra rászorult, annak még pénzt adott a gyógyszerre is. Tehát akkor egy nagyszerű ember fogunk megismerni itt majd a méltatásban. Az önök Betányi Egészségházára került ez a róla készült portré. Volt közelhez az épülethez, tehát miért pont ide került? Azért, mert a család, tehát az ő családi köre ehhez a házhoz kötődik, ugyanis ők hárman voltak testvérek, ő volt az egyetlen fiú gyerek, és két nőtestvére volt. És az egyik nőtestvére, az Főző Sándor nevű gazdálkodónak volt a felesége, és még egy családnevet említek, Szilágyi Sándor nevét, akinek meg a felesége a másik nőtestvér volt. Sánta doktor úr annak rendje módja szerint a maga idejében meg is nősült, de ez a házasság aztán nem volt sikeres, válással végződött, a feleség az pesti volt, és nem szerette a vidéki életet, akkor is volt ilyen, nem csak manapság, és hát aztán ő visszaköltözött Pestre, és hát ez a házasság megszűnt, és ő aztán a Szilágyiék háztartásában élt a továbbiakban, és hát ez a Szilágyiné testvére gondoskodott élete végéig a fiú testvérről. Dr. Szabó Annával beszélgetünk, hiszen beszéltük itt előzetesen, hogy a szeretett szolgálata dr. Sánta Péter életében is egy nagyon fontos volt, és önök is részt vettek ebben, tehát gondolom ez is indokolta, hogy ez a szobor ma ide kerüljön. Igen, azon túl, hogy ez az épületet is még a ma élő karcagiak is főzőféle háznak ismerik, amikor mi 1993-ban alapítottuk a gyógyszertárunkat, nevet kerestünk és választottuk a Betánia nevet, amelyről fogunk majd hallani főtisztelendő úr szavaiból, hogy a
Bibliával kapcsolatos, és mindig segítő volt, ahol Jézus is megpihen. Tulajdonképpen a városvédők karolták föl ezt a rendezvényt, és azért is került egy az, hogy főzőféleház, a másik a szeretetszolgálatos munkánk miatt is, és hogy tulajdonképpen itt járnak el az emberek, és hát egy nagyszerű élmény egy ilyen orvosról tudni, és majd halljuk, hogy a világháború kapcsán nagyon komoly érdemei voltak. Szeretnénk méltók lenni erre, hogy ilyen hát megtiszteltetés ért bennünket, és hát úgy élni a jövőben is, hogy a betegeink és a karcag lakói elégedettek legyenek, és gyógyszert és jó szót is kapjunk, és adjunk. Nagyon sok meghívót küldtünk, reméljük, hogy sokan eljönnek, és szeretnénk, ha jól éreznék magukat. Még szeretnénk kiegészíteni ezt a rendezvényt, még a emlékmű leleplezése után is. Úgy tudom, hogy ez egy kiállítás lesz, majd arról is akkor külön szólni fogunk. Én akkor azt kívánom, hogy sokan tudják meg ma, hogy ki is volt dr. Sánta Péter. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Az előbb a Szalai házaspártól már hallottunk dr. Sánta Péter munkásságról és szeretett szolgálatban végzett munkájáról. Életútját Kovács Szilvia, a polgármester fogja méltatni. Gondolom, hogy tüzetesen áttanulmányozta az életét. Milyen embernek ismerte meg őt? Megmondom őszintén, nem volt könnyű az életét áttanulmányozni, mert méltatlanul kevés irodalom és kevés forrás maradt utána. Erről a nagyszerű emberről, aki nem csak mint szakmai téren, mint közéleti téren, hanem mint ember is. Én úgy gondolom, hogy olyan nagyot alkotott, ami mindenki számára példa lehet, hiszen ő nem csak nagyszerű orvos volt, ragyogó előjárója a városnak, hanem egy olyan orvos, egy olyan ember, akire a nagyon régi, és én még remélem, hogy élő emberek, az öregkunok emlékezni tudnak, hiszen segítője, támogatója volt a szegény embereknek. Nem véletlen, hogy a temetésén hatalmas cigányzenekar húzta a nótát, a szegények külön koszorúra gyűjtöttek a temetésére, hogy ez tőlük igazán nagy áldozat volt. Én úgy gondolom, hogy egy olyan ember volt, akit talán ha sikerünk van, illetve szerencsénk van és ismerhetünk, akkor nyertesek lehetünk volna. Így is nyertesek vagyunk, hiszen meg tudunk róla emlékezni végre méltó keretek között, és én úgy gondolom, hogy nagyon méltó, hogy végre elkerül ez az emléktábla, rákerül ez az emléktábla a gyógyszertár falára, hiszen jó helyen lesz, és remélem, hogy ennek a táblának köszönhetően minél többen ismerik meg, hogy ki is volt dr. Sánta Péter. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! 115 és 1960